foglalkozásokat, de szeretnénk mindenki, szülőket, pedagógusokat, gyerekeket és a kedves vendégeinket is sok szeretettel üdvözölni. Immáron a hagyományossá vált családi napot, napon, amit a helyi Korsos Mihály Alapiskola és Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda szülői tanácsa karöltve két intézménnyel szervez meg, elsősorban a szülők és a gyerekek számára. Ezek hagyományos kézműves foglalkozások, amit az idejében egy pici kéz annyiban bővítettünk, hogy vendégeket is hívtunk itt,